Sziasztok! Újra itt vagyunk a Kreatív Placon, és a Botania után egy kis pihenőképpen egy rövid módot szeretnék nektek bemutatni, és ez a Solar Flux lenne. Mindjárt mutatom is nektek, hogy mennyi blokkja van. Ennyi lenne itt az egész. 6 szintű napelemje van. Ezek itt a kraftolásához szükséges dolgok, és ezek itt a végén a upgrade-ek. De nézzük is akkor végig őket. Egymás mellé itt letettem őket, és ide felírtam táblára a főbb adataikat. A legkisebb az 2 RF-et termel tickenként, ami elég kevés, viszont elég olcsó is az elkészítése. Kell hozzá 5 darab planks, egy redstone, és 3 darab tükör, 3 darab mirror, aminek a készítése 3 üveg, egy silver, és ebből lesz 2 darab mirror. Tehát igazándiból kétszer kell kirakni a receptet ahhoz, hogy tudjatok csinálni egy darab ilyen 2-es szintű napelemet. Oké, nézzük tovább. A második az már teljesen használható szerintem, már a kezdeteknél is. Ez 32 RF-et termel tickenként, napos időben természetesen. Hogyha esik az eső, akkor ezek a napelemek mindegyik fele annyit termel, mint amennyi a napsütéses időben a termelési értéke. Plusz mellette látszik is, hogy kezdésnek nagyon jó, hogy van 50 000 RF belső tárolója, 250 000, és ahogy megyünk, egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű RF tárolása van, mint ahogy látjátok. A 32-esnek már 1,4 millió tárolója van, itt már 850 ezer, és itt a vége fele már 60 milliós tárolója van. Plusz még ezeket majd upgrade-ekkel lehet növelni, de erről később. Illetve beszélhetünk is róla, viszont amiket az táblára nem írtam fel, azokat az értékeket itt mutatom, ahogy ráviszem az egeret, az pedig a transfer. A transfer az annyit jelent, hogy milyen kapacitással tudja kitolni magából a RF-et, hogyha felgyűlt benne. Tehát itt 32768 RF per tickkel tudja kitolni, a legkisebbik pedig 16 RF-fel. Oké, na, akkor ezek a napelemeket meg is beszéltük, jöjjenek akkor az upgrade-ek. Az egyik, a leghasznosabb már a kezdésnél is, ez a furnace upgrade. Ez arra való, hogy egy sima vanillás furnace-re ráteszed, már akár az egyes szintűt is, akár melyiket, akkor, ahogy gyűjti az energiát, és beleteszed ezt az upgrade-et, ezzel tudsz már égetni. Tehát fogod a fát, berakod és égeti, nem kell hozzá más éghető anyag. Kezdetnél már érdemes is ezt összerakni, és akkor van egy napelemes furnace-etek. Itt építettem is egy pici rendszert, 4 darab egyes szintű szolárral, belerakva mindegyikbe persze ezt a furnace upgrade-et. Ezzel már napos időben folyamatosan tudtok sütni. Tehát 2, 4, 6, 8 RF per tickkel folyamatosan lehet égetni napos időben. Oké, ez volt a furnace upgrade. A low light upgrade, ahogy írtam, kevesebb fénynél többet termel, ellenben jó fényviszonynál kevesebbet. Ez annyit jelent, hogy ha izmosabb napelemeket nézünk, akkor ott éjjel is tud termelni, hogyha beletesztek ilyen upgrade-et. Viszont ha megnézzünk egy, mondjuk egy játékórát, amiben játszunk, akkor igazándiból rosszabbul járunk. Tehát oké, hogy termel éjszaka is, viszont nappal meg mondjuk fele annyit termel. Vagy még kevesebbet. Igazándiból még kevesebbet, úgyhogy ezért ráfizetéses hiába raktok bele 8 darab upgrade-et. Oké, tehát ebből 8-at lehet beletenni, itt látjátok is, hogy ez egy első szintű napelem, 2-t tudna termelni.
két RF-et tudna termelni. Tickenként viszont ezzel már lefelezte. Ez mindegyikre igaz, tehát itt van például a legnagyobb, ez 4096-ot termel. Ez mondjuk azt hiszem 40%-kal fogja csökkenteni, de hát nézzük is meg, hogy ne veszélyek butaságot. 4096. Aha, felére leveszi. Felére leveszi, és éjjel nem termel dupla annyit, úgyhogy ráfizetéses a mutatvány. Oké. Ami viszont megint nagyon hasznos, ez a kapacitás upgrade. A napelem belső RF tárolóját növeli maximum majdnem 1000%-kal. Tehát 10-szeresére felnöveli, maximum 16-ot lehet beletenni. Ezeknek az egyeseknek, egyes szintű napelemeknek 50 000 a belső tárolója, és akkor így, ahogy ráviszem az egeret, látjátok, hogy 530 000 RF. Mert 16-szor 60%-kal növeli. Azt nem tudom, hogy ott a végén miért van az a 4 milliomod rész. Hát, lehet, hogy a készítőnek a kis poénja. Tehát már a legelső napelemnél is egy ilyen jó kis RF tárolást tudtok csinálni. Szerintem nagyon hasznos. Oké, következő. Efficiency upgrade. Az RF termelést növeli maximum 64%-kal, ebből 8-at lehet beletenni, illetve a 8-nál jön ki ez a 64% RF termelés. Nyilván az elsőre ne rakjátok rá, mert most kettőből csinál a 3-at, hát hajrá. Ahhoz azért ilyen pici drága, hogy már az első szintűre rátegyük, de egy második, harmadik vagy negyedik szintű napelemre érdemes rátenni. Majd a végén mutatom, hogy mennyire jól néznek ezek az upgrade-ek, hogyha összerakjuk mindegyiket. Transfer rate upgrade, az RF leadás keresztmetszetét növeli maximum 80%-kal. Ez akkor jó, hogyha több gépet láttok el, és energiatárolónak is használjátok a napelemet. Ilyenkor érdemes figyelni erre az upgrade-re, és itt látjátok, hogy példának írtam, hogy egy 3-as szintű napelem, tehát ez, ennek a kimenete 5.12, hogyha belerakunk 8 darab, ami itt a maximum, 8 darab upgrade-et, akkor 921 RF-et tud kiadni tickenként egészen addig, amíg le nem merül a belső energiatárolója. Az utolsó, az egyik legérdekesebb, ez a Machine Traversal Upgrade. Ez annyit jelent, hogy mennyi gépet tud kábel nélkül ellátni árammal. Bizony. Tehát egyre ráteszitek, és akkor, ahogy egymás mellé vannak rakva itt esetünkben a pulverizerek, nincsen kábel, se fölötte, se alatta, látjátok. Ha egyet rakunk bele, akkor az alatta lévő gépet alapértelmezésként használja, plusz ezt használja. Hogyha belerakunk 8 upgrade-et, akkor ezt a sort itt gyakorlatilag végig kezelni fogja. Egy kicsit számol, gondolkodik, és utána a Solar Panel belső tárolójából 1024 RF-fel, nem, mennyi a 5-ösnek a kimenetet? Nézzük meg. 8192 RF-fel tudja kitolni magából az áramot az összes gépbe, és ahogy látjátok, be is kapcsoltak, és itt az utolsó is elkezdett dolgozni. Nagyon jó dolog, nem kell kábelezni, elég ezeket az upgrade-eket megcsinálni. Nagyon olcsó. Nagyon olcsó ennek a receptje. Cobblestone is egy mirror. Oké. Srácok, ennyi volt a Solar Fluxmon. Azt hiszem mindent bemutattam, ha esetleg nem, akkor kérdezzetek, és visszatérünk rá. Ezt még így gyorsan megmutatom, hogy a mocsomagomban benne van a, illetve nem az én mocsomagom, hanem az Agrarian Sky, benne van a extra ütélnek is a Solar generátora, ami ideírtam puskaképpen, hogy 125 másodperc alatt feltölti a
6,4 milliós elef belső tárolót, amit ugyanennyi idő alatt lead. És a termelése így 1280 RF, és ha ezeket a napelemeket megnézzük, akkor ez már bőven túl teljesíti, majdnem négyszer, de háromszor legalább. Ez megközelíti annak a termelését, úgyhogy az 1024-es termelés teljesen jó. Vagy négy darab ilyen szolár panel a négyes szintűből, ezek egyenértékűek ezzel. Igen, ez még itt eszembe jutott, úgyhogy ezt gyorsan be is mutattam nektek. Oké, ígértem nektek, hogy megmutatom a maximális teljesítményt, amit ezekkel az upgrade-ekkel ki lehet hozni. Ide bele is raktam ebbe a 6-os szintű napelembe, ezeket az upgrade-eket 64 gépet tud kezelni. Beleraktuk a maximális kapacitást, ami annyit jelent, hogy a 60 milliós belső tárolóból lett 636 milliós belső tároló, eléggé brutális. Kimenetképpen itt az eredeti az 32768 RF/tick, hogyha belerakjuk a kapacitás upgrade-et, ezzel meg tudjuk növelni 59000 RF-re a kimenetet. És a termelése lett 4096-ból 6717 RF pertig. Tehát ebből elraktuk egy 10-et, 20-at, aztán már is van egy 60 vagy 120 ezer RF termelésetek nappal. Mondom, az éjszakait, az éjszakai upgrade-et ne tegyétek rá, mert összességében kevesebbet hoz, mint hogyha csak nappal használjátok, nappali csökkentés nélkül. Oké, srácok, akkor ennyi lenne a SolarFlux, majd még nézzünk ilyen rövid modokat kis kikapcsolódásképp a mozaniából. Sziasztok!